Sérüléseit mutogatja Pavle Lesánovic, 47 éves belgrádi lakos. Véralápotások az arcán, szeme körül, szájánál. Szemei vérben úsznak, horzsolások vannak a hátán is. Állítása szerint megverte őt Nenád Csenák, a vajdasági szociáldemokrata liga elnöke, testüreivel vasárnap hajnalban. Szidalmazni kezdték, azt mondták rá, hogy belgrádi söpredik, majd a vajdasági politikus botjával ütötte. Lesánovic ezért gyilkossági kísérlet és rablás gyanújával jelentette fel a liga vezetőjét. A sértett csak órákkal később számolt be az esetről a rendőrségen. A hatóságok azt mondják, ennyi idő után már nehéz tanúkat találni. Az ügyet még vizsgálják, de az tény, hogy Pavle Lesánovic könnyebb testi sérüléseket szenvedett. Nenád Csenák elutasítja a vádakat. Állítása szerint Lesánovic maga esett el, nem ismeri a férfit, nem tudja honnan való, nem szidalmazta és nem bántotta. Valamint nincsenek testőrei sem. A ligás elnököt unokahúga hívta az étterembe, hogy védje meg, mert a sértett túlságosan illetlenül viselkedik vele. Miután hazavitte rokonát, visszatért a helyszínre, hogy a tulajdonossal beszéljen, nyilatkozta az újságoknak a politikus. Azt írta a közösségi portálokon, hogy a parkolóban szóváltásba keveredett a feljelentővel, de nem látta értelmét a vitának, ezért ott hagyta az állítása szerint illuminált állapotban lévő férfit. Az ügy kapcsán telefonon kerestük meg a pártot. A sajtófelelős visszajelzésükről biztosított. Médiaházunkat azonban a híradóig még nem értesítették. Egyes vélemények szerint az ügy tovább feszítheti Vajdaság és Belgrád viszonyát.